a lélek hangjai, az Anima Sony az evangélium üzenetét közvetíti a pop, a rock és a jazz nyelvén. Stíluskavalkád, a Budapest Ska New Jazz Orchestra koncertjével kezdődött a Szerenáda Gesztenyefák árnyékában idei évada. Ne bántsátok a fekete rigót, Harper Lee ma is aktuális regényklasszikusát ajánljuk nézőink figyelmébe. Köszöntöm Önöket! A nyári szünetünk előtti utolsó karcot látják, kezdjünk is bele! Első alkalommal rendezték meg a Kálvin téri forgatagot június 3. hétvégén. A református gyülekezet olyan programokat kínált, amelyek a közösséget és a hitéletet erősítették, de az igényes kikapcsolódásra is lehetőséget teremtettek. Ez utóbbiról gondoskodott az Anima Sony zenekar is. Az Anima Sony zenekar 2009-ben alakult olyan református fiatalokból, akik egy pesterzsébeti gyülekezetben ismerkedtek meg egymással. Ifjabb Takaró Tamás lelkész úr elhívására alakult meg ez a zenekar, azzal a céllal, hogy az evangéliumi üzenetet igényes könnyűzenei köntösbe öltöztetve tudjunk szolgálni. Célunk az, hogy ez a zenei igényesség minél sokszínűbben meg tudjon mutatkozni. Ezért, hát én úgy mondom, hogy egyfajta ilyen fúziós zenei stílussal dolgozik a zenekar, a jazztől, a populárisabb zenén át, a rock zenén át, a kicsit komoly zenei részek is vannak a zenénkben. Ez az igényesség szerintünk az akkor jó, hogyha a szövegben is ugyanúgy megmutatkozik, és a zene képes ezt a szöveget hordozni. Alapvetően három részre bonthatnánk így a repertoárt. Az első, ahogy már említetted is, a különböző gyülekezeti, illetve ilyen református ifjúsági keresztény daloknak a feldolgozása. Ami nagyon fontos nálunk, az a magyar istenes versek megzenésítése. Itt olyan nagy magyar költőinkről van szó, mint például Dzsida Jenő, Babits, vagy Reményik, ezt nagyon fontosnak tartjuk, ezt a vonalat is, vagy például Áprili Lajos, és a harmadik blokk, amikor a szöveget és a zenét is magunk írjuk, most már ebből van a legtöbb dalunk amúgy, az elmúlt két lemez során ebből született a legtöbb. Csak benne, nem félek már, csak benne, rejtőzöm szüntelen, mert Jézus, te vagy kősziklán. Legtöbbet Budapesten szoktunk fellépni, de eleget teszünk minden vidéki meghívásnak is. Van egy éves nagy koncertünk, éves rendszerességgel a Pesterzsébeten, a Csilibe. Hát így mondhatjuk most már otthon, 6. vagy 7. éve ott szoktunk szolgálni, koncertet adni. És a következő nagyobb volumenű is ott lesz majd novemberben a lemezbemutató koncertünk. Az Anima Sony első nagylemeze még 2012-ben jelent meg Lélekhangok címmel, amely magának a zenekarnak a nevére utal. 2014-ben ezt követte az Úton, amelyel már egy szélesebb közönséget célzott meg az együttes, ezért néhány angol nyelvű dalt is rögzítettek rajta. Az új korongon jelenleg is dolgoznak a fiatalok. Van olyan dalunk, amit gyakorlatilag már több éve gyúrunk, hogy a legtökéletesebb formájában kerüljön föl erre az új korongra. De nagyjából ezek a számok olyan friss élményekhez és olyan élményekhez kötődnek, amiket most élünk át és most értünk meg, és ezeket próbáljuk dalba foglalni, zenébe foglalni. Úgyhogy az új lemez nagyon izgalmas lesz, nagyon színes lesz, újra lesznek benne versek, mint ez az előző két lemezünkön is jellemző volt, és saját zenék, saját szöveggel. Tehát ez lesz a lényeg. Amit látunk ma a keresztény Európában, minket ez nagyon megfog. A kereszténységnek az úton haladását, hogy hova megyünk, merre tartunk. Mi ezt mindenképpen szerettük volna megfogalmazni, mi hogy látjuk ezt, a reménységünket, a harcunkat, amit a mai világban kell produkálnunk. Ezen kívül gyönyörű dolgok is vannak, természetesen minket is elér a szerelem, itt egy-két tagunk házasodás előtt van, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy itt az idő, hogy formabontó módon egyébként az Anima Sonynak is meglegyen az első szerelmes száma, amit a mai koncerten el is fog hangzani.
A zenészek teendője a reformációs emlékében igencsak megszaporodtak, sorra kapják a felkéréseket. A fiatalokat arról is kérdeztük, számukra az 500. évforduló milyen üzenetet hordoz. Több rendezvényen is zenéltünk már, illetve saját reformációi koncertet is tartottunk. Ami miatt fontosnak tartjuk azt, hogy erre az 500. évfordulóra sor került, és méltóképpen igyekszünk megünnepelni, az az, hogy sok olyan hozadéka van ennek a reformációnak, amit a mai ember nem is gondolna, hogy mit köszönhet ennek a reformációnak. Az a fajta nyitottság és igazságkeresés, amit a reformáció gondolkodása hozott az akkori korban, az, hogy az emberek kezébe adja a saját nyelvű bibliájukat, hogy felismeri, hogy mi az, ami az Isten igéje és az ember között áll, és tud nyitott lenni az újra. A tartalmában megmaradni annak, aminek kell, de nyitott lenni annak a formájára, hogy az emberekhez hogy jut el. Erre például a zenekarunk is egyébként, hogy ugyanazt az üzenetet közvetítjük, ami az Istennek a szava, de 21. századi módon, olyan modern zenei eszközökkel, amiket ma a rádióban is hallgatnak az emberek, hiszen akire keresztény ember, annak az élete minden részére ezt kiterjed a zene hallgatására, a szerelméletére, a munkájára, a mindennapja, a problémáira. Ezért ez egy integráns része az ember életének. Miért ne zenélnénk ma 21. században ugyanígy erről? Ezt jó fogja össze a reformációi szemlélet. Kereszténység és egyébként az élet az nem két különálló dolog, nem a templomban vagyunk keresztények, hanem abból kilépve is ugyanúgy gondolkodunk, és ugyanúgy beszélünk és élünk egyébként, mint ahogy ez is. És azt gondolom, hogy ezt hitelesen közvetíteni az nagyon fontos dolog, és kicsit az emberekbe átjátni, azt mondom, hogy keresztény zene az nem csak feltétlenül annyit jelent, hogy bemegyek egy templomba és orgonaszót hallok, vagy egy szálgitára Jézus nevét dicsőítem, majd megvan természetesen a helye és a szerepe, de ennél talán több és más is keresztény emberek lenni és keresztény zenét írni. Ezt próbáljuk meg képviselni. Ska, jazz és big band zenétől volt hangos a minap a Sugárút. A Budapest Ska New Jazz Orchestra, azaz a Buszka New koncertjével elkezdődött a Szerenáda Gesztenyefák Árnyékában című programsorozat. A fellépés bizonyos értelemben történelmi volt a zenekar számára, hiszen ez volt az első közös fellépése új énekesnőjével, Misurák Tündével. Első alkalommal léptek fel itt Nagykanizsán, és aki már böngészte a honlapotokat, vagy a közösségi oldalatokat, sejteti, hogy egy nagyon vidám hangulatú este előtt el, egy picit mesél magatokról.
Hát reméljük, hogy nagyon vidám lesz a hangulat. Nekünk ez a célunk, hogy üdítő, táncra pesdítő muzsikával megfelelő hangulatba hozzunk mindenkit, pontosabban a táncolási hangulatba hozzunk mindenkit. Hát a zenekar tulajdonképpen azzal a céllel jött létre általam, hogy szórakoztató zenét játszunk, és aztán folyamatosan fejlődött a zenekar, saját dalok, lemez, videoklipek, de mindig visszatértünk az eredeti koncepcióhoz is, hogy annyi sok jó világsláger születik különböző stílusokban, amelyekhez, hogyha hozzányúlunk, és a mi stílusunkra mintegy átalakítjuk őket, akkor egy új köntösben ezek a dalok egy teljesen új értelmet tudnak nyerni, és ezt mi nagyon-nagyon élvezzük. Úgy szoktam mondani, hogy a mi koncertjeinken egy átlag popkoncertnél lényegesen több hangszerszólóval találkozik a kedves néző, a kedves közönség. Köszönhetően annak, hogy kiváló jazz muzsikusok vannak a zenekarban. Szeretünk egymásra ilyen jellegű hatást gyakorolni, hogy minél többet inspiráljuk egymást a színpadon, és ettől még élőbb és még szerethetőbb a produkció, mondom én ezt így talán, eddig mindenhonnan nagyon pozitívak voltak a visszajelzések. Aki jár a koncertjeinkre rendszeresen, az két egyforma koncerttel biztos, hogy nem találkozik. Említetted a feldolgozásokat, de azért fontos beszélni a saját szerzeményekről is, hiszen azokból is van. Igen, két évvel ezelőtt jelent meg a lemezünk a Cseh Tamás program támogatásával. Talán az egyetlen egy olyan zenekar voltunk eddig a program történetében, amely ekkora létszámú és egy komplett fúvóskarral kiegészítve még mindig fölvállalja azt, hogy nem playbackről, meg nem egyéb elektronikai eszközökről, hanem az élő hangszerekkel próbálunk hangulatot teremteni a színpadon. És ugye amikor a próbateremben úgymond új dalokon és új szerzeményeken gondolkozunk, akkor az mindig egy jó inspiráció, mert több különböző stílusból érkeznek a muzsikusok. Mindenki játszik több különböző zenekarban, tehát nagyon-nagyon sokszínű a társaság. Emiatt egy picit nehéz is egyeztetni az időpontokat, de ez a fajta zenei sokszínűség, ami a zenekar tagjait külön-külön is jellemzi, ez a zenébe is visszaköszön és kifejezetten előnyös. Egészen friss hír a zenekar életéből, hogy ugye egy új énekesnőtök van Misurák Tünde személyében. Milyen eddig a közös munka? Remek a közös munka, de eddig csak a próbateremben zajlott. Televíziós fellépései már voltak a Tündének, bemutatkozott a zenekarral. Két régi dalunkat a Tünde miatt új köntösbe is öltöztetjük, és ez lesz az első koncertje úgymond színpadon a Tündének a zenekarral, úgyhogy mind a nyolcan fönnállunk mögötte. Úgyhogy ez egy érdekes este lesz számunkra is, reméljük, hogy nagyon-nagyon emlékezetes. Hogy találtatok rá, és miért? Miért ő ráesett a választásotok? A megalakulásunk óta a Tünde már a negyedik énekesünk. Az előző énekesnőnk két évig dolgozott velünk, de aztán ő új utakra evezett, más felkérést kapott, aminek mi nagyon örülünk, hogy úgymond ő feljebb tudott lépni. És a Tündét az egyik kereskedelmi televíziós tehetségkutatónak az ének tanárán keresztül sikerült megtalálnunk. Volt casting, és a Tünde bizonyult a legjobbnak. Ő volt egyébként az, aki a jelentkezők közül a leginkább akarta ezt a fajta műfajt. Talán kevesen tudják róla, ugye, hogy ő diplomás színésznő, prózai színész, de nagyon szeret énekelni, és most szeretné kipróbálni magát úgymond ezen a területen is, aminek mi nagyon-nagyon örülünk, mert nagyon-nagyon inspiratív és nagyon-nagyon határozott elképzelésekkel állt a zenekar élére, aminek mi nagyon-nagyon örülünk. Sokkal jobb egy olyan szólistát kiszolgálni, akinek van egy határozott jövőképe, mint egy olyat, aki kicsit bátortalan, kicsit félszeg. A Tündéből ez teljesen hiány. Ő határozott és dinamikus, és tudja, hogy mit akar, és ez a zenekarból is nagyon-nagyon jó kreatív energiákat szül. Azokat a dalokat, amiket már korábban játszottunk, azok közül néhányat megtartottunk, és újra hangszereltünk, meg új formában öltöztettünk, és jó néhány új dal is készült a repertoárunkban, pontosan azért, hogy a Tündének a habitusához és az ének hangjához minél jobban illeszkedjen. Ő is úgy érzi jól magát, meg mi is így érezzük jól magunkat, hogyha olyan zenei környezet vesz minket körül, ami mindenki számára megfelelő.
ismerősként köszönhetünk itt Nagy Kanizsán, legutóbb talán a Kanizsán volt egy közös fellépésetek. Igen. Ez most egy egészen új terep, hiszen nem is régóta csatlakoztál az együtteshez. Nem, hát annyira nem régóta, hogy ez az első közös munkánk, az első közös koncertünk, úgyhogy nagyon izgatott vagyok, és remélem, hogy minden jó lesz, és fogják szeretni az emberek, akik kijönnek ide meghallgatni minket. Ami nekem nagyon-nagyon tetszett, és nagyon-nagyon szeretek ezért a többiekkel, a fiúkkal zenélni, az egy kicsit a Kanizsa Big Bandhez is kötődik, mert ott nagyon-nagyon megtetszett az, hogy sok hangszer van körülöttem, és tényleg nagyon-nagyon inspiráló, és nagyon jó úgy dolgozni, hogy sok a hangszer, és ugye ez is egy nagyobb kiállítású zenekar, tehát egy 8 tagú zenekar, úgyhogy ez volt leginkább az, ami miatt mindenképpen úgy döntöttem, hogy ebbe bele kell vágni. Voltak próbálkozások, az egyik az a Kanizsa Big Bender volt, de ott ugye ott vendég voltam, tehát egy alkalomra, és volt még Zalaegerszegen egy zenekarom, a Misu és a Jazz Step, akikkel voltunk, de ez egy kisebb kiállítású, klubkoncerteket adtunk, úgyhogy ilyen még nem volt, mert én ugye színésznő vagyok, úgyhogy nekem ez most egy új, egy kicsit más szakma, egy kicsit más lehetőség, egy kicsit más, kicsit ismeretlen terület, amiben most tanulok bele tulajdonképpen. Mondhatjuk akkor, hogy azért új fordulatot vesz az életed. Kellenek azért ezek az ilyen nagy periódusváltások, vagy korszakváltások egy ember életében, vagy akár egy pályafutásban? Szerintem mindenképpen. Tehát mindenképpen tudni kell megújulni, és nekem erre most egy igen nagy dolog is előteremtette ezt a helyzetet, az, hogy én most édesanyja lettem, tehát mióta itt jártam, azóta én nekem van egy 1,5 éves kislányom, és pont akkor döntöttem el, hogy itt az ideje, hogy egy kicsit komolyabban is foglalkozzak az énekléssel, és kerestünk tanárt, és egy énekstúdióba járok, ahol nagyon jól érzem magam, és amúgy meg igen, a kérdésedre a válasz, szerintem mindig meg kell újulni, és mindig tudni kell megújulni, mert az nagyon fontos, mert akkor mindig előre viszi az ember életét, a saját története. Esetleg épp az anyaság mozdított el az éneklés irányába? Nem tudom, mondjuk megérkezett a kisbaba, és akkor énekelni kellett neki? Hát rengeteget énekeltem neki, most is, tehát ez minden nap. Hát olyan értelemben az anyaság, hogy sok mindent újra gondol az ember. És például ez egy olyan területe maradt az életemnek, amivel keveset foglalkoztam az énekléssel. Tehát mindig egy ilyen jópofa hobbinak tekintettem, hogy én énekelek, mert ugye színésznő a mesterségem, tehát így külön zenekarokban ez mindig egy ilyen jó mókának tűnt, és most, hogy már komolyabban foglalkozom vele, most lesz egyre nagyobb tétje a dolognak. Magazinunk végén olvasnivalót ajánlunk a vakáció és a nyári szabadság idejére. Benke Dániel, a Halis István Városi Könyvtár munkatársa, a tavaly elhunyt amerikai írónő Harper Lee klasszikusát, a Ne bántsátok a fekete rigó című regényt mutatja be. Ez a 30-as évek Amerikájában játszódó történet, és igazából egy kis családot ismerünk meg az első oldalakon, tehát van egy egyedülálló apa, aki egyedül neveli két gyermekét, Jan Finchet és Jean-Louis Finchet, akit csak a könyvben fürkésznek neveznek, és az édesapát pedig Atticus Finchnek hívják. Így még gondolhatnánk, hogy hát jó, most azt látjuk, hogy egy kis család olyan próbál meg napról napra élni, és ez ki is rajzolódik a történetből, de ennél sokkal többről fog szólni a regény, mert nagyon szépen kirajzolódik, hogy a gyerekek milyen kíváncsiak, mindenről tudni szeretnének, és az is látszik, hogy
a gyerekeink, vagy itt a 30-as évek Amerikájában úgy nőnek föl a gyerekek, hogy így szépen elzárva, tehát a világ dolgai, vagy ami kellemetlen, akkor nem beszélnek a gyerekek előtt. Tehát, mintha egy kis burokban élnének, és nem tudnának arról, hogy azért a felnőttek élete nem is olyan egyszerű, és rengeteg problémával kell megküzdeni, mint még egy ilyen kisvárosban is, ahol ők élnek. Nyilván a 30-as évek Amerikájára jellemző, hogy még mindig megvan a fehérek és a feketék közötti komoly ellentét. Bár Amerika folyamatosan arról beszél, és a szerzős írja, hogy igen, a demokrácia, meg az esélyegyenlőség, azért a valóságban ez nem teljesen igaz. Tehát ugyanúgy úgy tekintenek a fekete emberekre, mint akik alacsonyabb osztályhoz tartoznának, tehát nem tekintik magukkal egyenrangúaknak. Azért így szépen azért el tudnak egymás mellett élni, tehát túlságosan nagy atrocitások nem történnek. Szépen zajlik a történet, semmi extra dologról nincs szó, de aztán történik a városban egy eset, ahol egy fehér lány azt állítja, hogy egy néger férfi megerőszakolta, és hát ebből ugye bírósági ügy lesz. Hát az ugye nem kell azért túlságosan ecsetelnem, hogy általában ezek a dolgok úgy történtek, hogy bementek a bíróságra, fekete ember bűnös, fehérnek igaza van. Tehát így működött a dolog, és Atticus Finch fogja megkapni az ügyet, hogy a védelmet irányítsa, és ő komolyan veszi a feladatot. Tehát ő tényleg be akarja bizonyítani, hogy Tim Robinson nem erőszakolta meg a lányt, és ez egy komoly tárgyalásba kezdődik. És Atticusnak sok mindennel meg kell küzdeni. Tehát a gyerekei rá fognak szép lassan jönni, hogy a felnőttek világa nem is olyan jó, nem is olyan szép, mint amit eddig gondoltak, és magának a férfinak is meg kell küzdeni magába, hiszen a gyerek tudja jó, hogy a gyerekeit ki fogja annak tenni, hogy a többi gyerek bántani fogja azért, amit csinálnak, a fejükhöz vágják, hogy nigger imádó az apájuk, és hogy lehet a feketéket védeni. Tehát itt szépen itt azért héjanként előjön, hogy azért milyen előítéletesek is az emberek, és milyen gonoszak tudnak lenni egymással, de a férfi igazából tisztában van vele, hogy mit kell tenni, és nekem nagyon tetszett az a gondolata, amit a gyerekeinek mond, és ez is belevésődött az anyamba. Az, hogy tudod, hogy vereséget fogsz szenvedni, az nem jelenti azt, hogy nem kell megpróbálnod győzni. És ezzel igazából egy hatalmas tanítóleckét ad a gyerekeinek. Tehát az, hogy tudom, hogy igazam van, és tudom jól, hogy el fogok bukni, de akkor is végig fogom csinálni, mert lehet, hogy ezzel fogom a világot egy centivel előrébb mozdítani. Én úgy gondolom, hogy Harper Lee-nek ez volt az egyik legfőbb mondani valója ezzel a regényével. Csomó karaktert megismerünk, tehát látjuk az úri hölgyeket, ahogy összejárnak teázni, és akkor arról beszélgetnek, hogy Afrikában jaj, hát van egy törzs, és milyen rossz körülmények között élnek, de hát oda megy a keresztények, és akkor segítenek nekik, hogy milyen jótét lelkek, és közben ők, akikkel együtt élnek emberekkel, tehát úgy bánnak velük, mint a szolgáikkal, és semmibe veszik őket. Tehát, hogy nagyon látszik, hogy egyrészt keresztény vagyok, de amikor már túl közel van hozzám egy esemény, akkor megváltoztatom az egész véleményemet. És még egy nagyon érdekes karakter van benne, aki egy fehér ember, akinek
néger felesége van, és hát ugye a gyerekeik ezáltal félvérek, és szegényeknek nekik a legrosszabb, mert a fehérek sem akarnak velük lenni, és a feketék sem. És ez a férfi, mint később kiderül róla, folyamatosan eljátsza, hogy iszákos, miközben egy papírzacskóból kólát iszik, és a gyerekek megkérdezik, hogy de hát miért csinálja ezt? Hát azért, hogy ők nekik sokkal könnyebb, hogyha elmondhatják rólam, hogy milyen félre csúszott az életem, és mennyi gondom van. Megkönnyebbülést adok nekik azáltal, hogy én ezt a szerepet eljátszom. Tehát nagyon egy, simán nevezhetjük egy lélekregénynek, nagyon érdekes és komoly dolgok kerülnek elő belőle, hiszen a rasszizmus, lássuk be, napjainkban is velünk együtt él, nem igazán tudjuk elengedni, és szükséges, hogy ilyen regények szülessenek. Igaz, hogy ez a 60-as években született ez a regény, de még mindig aktuális, mert még mindig előjönnek az emberekből ezek az alapsztereotípiák, hogy neked hosszú az orrod, akkor te biztos pénzzel foglalkozol, vagy fekete a bőröd, akkor te lusta vagy. Tehát ezeket sajnos az emberiségnek még mindig nem sikerült teljesen levetkőznie, és ezért sok ember hátrányban indul, mondjuk egy fehér társadalomban, vagy bármilyen társadalmat megnézünk. Tehát úgy gondolom, hogy a Ne bántsátok a fekete rigót, az arról szól, amit a kislány fog kimondani, hogy szerintem csak egyfajta ember létezik, emberek léteznek. És talán ez a legnagyobb tanulsága ennek a regénynek. Tehát úgy gondolom, hogy nyíltan nevezhetjük ezt egy halhatatlan klasszikusnak, amivel mindenkinek találkoznia kell élete során, hiszen lehetséges, hogy ennek a regénynek a hatására egy csomó dolgot átértékel az életében. Mai magazinunk végére értünk, munkatársaim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Jövő kettől az elmúlt hónapokban készült összeállítások közül válogatunk. Ha szeretnének nosztalgiázni egy kicsit, tartsanak velünk a szokásos időben. Jó pihenést kívánok, viszontlátásra! A műsorvezetőt a Diva Fashion öltöztette.